Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt. Mai nap folyamán egy gyönyörű szép K2SO-t fogunk megnézni. Ugyebár ez a Star Wars a Zsivány 1-esben volt benne. Ugye ez a csomagolás, ez a Han Solo sorához jött ki, de mint tudjuk, rengeteg újra csomagolás, illetve régi figurák is vannak benne. Ez szintén egy újra csomagolás kategóriába tartozik, mert a Zsivány 1-esben jelent meg még a régi kék dobozba, de a népszerű volt a kis figura, hogy újra kiadták ebbe a kis csomagolásba. Na, hát a csomagolás alapvetően ugyanaz, mint az eddigi pár éve megszokható, Star Wars felirat, egy kép a karakterről, a neve, a figura, illetve a Force Link-es kiírás, ez már a 2.0-es, ez már az új, ugyebár. Hátoldala, amit megszokhatunk szintén az elmúlt pár évben, a Star Wars logo, a figura, itt reklámozzák nekünk a Force Link 2.0-es készüléket, különböző figyelmeztetések, Hasbro, Disney, stb. Stb. Na, ez egy nagyon kis karakter volt alapvetőleg a filmben. Én úgy gondolom, megérdemelte a figurát. Egy droid, jó kis droid lett belőle. Én azt mondom, bontsuk is ki, nézzük meg. Most megint szinte én nem sajnálom a dobozt. Barbár módon, hopp, még a kamerát is felborítjuk, így van. Barbár módon kibelezzük. Igen, szokásos, amivel nem foglalkozunk. Ki is vettük, igazából ennyi volt. Ezt is itt kimettük, így is van, kiszedtük, nagyon jó. Na, jó, hát akkor már gyorsan nézzük meg a kis kiegészítőt, ez a kis egyszerű kis birodalmi pisztoly. Ilyet láthatom már többször is, nem is lényeges. Hát igen, egy hátránya van, egyébként nagyon szép lett a figura, igazából robot, úgyhogy túl sokat nem tudtak elrontani rajta. Nagyon szép lett a figura. Hát a vállal lévő kópások nem tudom hirtelen megmondani, de szerintem ez a filmben is benne volt, de mindegy, jól néz ki. Sajnos egyébként egyetlen egy hibája van, amit annyiszor hangoztatok, 5 pontos a figura. Meg is állt. Hát, elég furán néz ki, hogy a lábai befelé állnak. Ez nem tudom, a filmben is így volt-e. De a figurán elég érdekesen néz ki. Kis vézna lábai. Sajnos könyök nem hajlik, a válla az csak forog. A feje azt lehet forgatni rendesen. Ez ilyen golyós, úgyhogy ezt szépen lehet forgatni tetszés szerint. Ugye a válla, mindkét válla az elég, az csak ennyit bír el. A combja az meg így kifele forog, mind a kettő. Ezt igazából túl sok pozícióba nem lehet beállítani. Így. Túl sok pozícióba nem lehet beállítani. De amik ennél a robotnál annyira nem is azt mondom, hogy probléma, mert ez így önmagában is sokat elárul róla. A pisztolyát szépen megfogta. És ennyi a sztori. Ezért megmondom őszintén, ahogy már többször is hangoztatok, nem győzöm eleget mondani, de ezért nem szeretem az 5 pontos figurákat, mert igazából ennyit tudnak, a pisztolyt se tudja megfogni. Az csá. Nem lehet olyan szépen pozícionálni őket, olyanok, amilyenek. Hát azért valamit csinálhattak volna vele. Na mindegy, azért nézzük meg kicsit közelebbről. Alapvetőleg ahhoz képest, hogy 5 pontos szépen meg van csinálva, de ez a mozgathatóság, ez elég tré. Birodalmi logó mindkét vállon, és igazából így ennyi. Ezzel többet nem tudunk csinálni, ez ilyen amilyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, link lesz a leírásban, ugyebár ezt szintén a Gridoshop-tól vettem meg. Most hirtelen nem tudtam jobbat, úgyhogy gyorsan megvettem, gondoltam, megmutatom, legalább ez így elfér a polcon is, mert ezt szívesen kirakom. 4000 forintért vettem. Nem tudom, hogy jó ár érte. Én bementem, körülnéztem, megvettem, elhoztam, nem is tudom, hogy egyetlen ezt a szériát lehetek itthon gatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Bum. Folytatjuk legközelebb.